Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ma el fogom mondani a véleményemet az iskolázásos témáról. Őről, drámáról. Nos, én ezt a srácot nem ismertem egészen addig, amíg egy másik TikTokos személy nem segített rajta azzal, hogy emberekkel gyűjtögettek pénzt srác műtétére. A szemműtétről van szó. Alapból 480 ezer forintot kellett volna, amit annak költségeire, hogy március 22-e. Összesen 750 ezer forintot sikerült gyűjteni. Azonban a napokban robbant a bomba, miszerint István a pénzt naponta 15 ezresével szórja a megjelenációs kajára. Alapból nem illene már pénzt a szájába turkálnunk, de hozzá kell tenni, hogy ez nem a saját pénze, amit csak arra költött, amire ő szeretne. Rengeteg ember felháborodott ez ellen, amit meg is érte. Azt a szemét, aki pedig segített rajta, különböző telefonhívásokkal, illetve TikTok videó gyártásával hátbaszulta, meg kibeszélte ismerőség. Állítások szerint 200 ezer forint már el is tűnt a semmibe. Ám az nem csak megmenetes kajára ment. Április 15-e. Live keretein belül is van egy másik srácok panaszkodik arról a szemben, akinek a szemműtétét köszönheti. Az emberek felháborodottan próbálják visszakérni a pénzt. Most külső szemlélőként nehéz véleményt alkotni erről a témáról. De mindenképpen egy gerinctelen és aljas dolognak hozni azokkal az emberekkel, hogy jó szívűségből segítenek. Főleg azt az embert, akinek az egészet köszönheted, hogy elindította. Mert különben nem jött volna létre az egész szervező. És jövőben nem lehetne meg a szemlélőt. Szerintetek mi lesz az eredmény? Véleményeket írjátok meg kommentbe. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel, és ha szeretnél a jövőben ilyen vagy elszásoló videókat, akkor azt jelzd meg, hogy kommentben. Sajnos most csak ennyire futott a videó, ugyanis nagyon friss a dráma, és még nagyon sok mindent nem lehet volna mondani. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!